Hat fiú, illetve hat lánycsapat részvételével rendezték meg a Continental Arénában a serdülőbajnokság döntőjét. A házigazda a lányoknál volt érdekelt, a torna előtt Erdősné Balog Erika arról beszélt, hogy éremért szeretnének játszani. A nyíregyháziak a csoportmeccsek során a BVSC Zugló csapatától 3-2-re, a Békés Csabától 3-0-ra kaptak ki. A negyeddöntőben a későbbi győztes ute 3-2-re bizonyult jobbnak a hazaiaknál, akik a helyosztón 3-0-ás vereséget szenvedtek az MTK-tól, így a 6. helyen végeztek. Az edzőnő szerint a rutin hiányzott ahhoz, hogy jobb eredményt érjenek el a tornán. Az Újpest javarésze, tehát a 90-89% a 17 éves korosztállyal. A mi kezdünkbe két 15 éves volt, még gyermekkorcsoportú, a liberónk, az egyik liberónk szintén gyermekkorcsoportú. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a rutin győzött az UTE oldalára, és az egy nagyon szép teljesítmény volt, hogy fel tudtuk velük venni a versenyt, illetve 2-1-re még vezettünk is, csak pont amit mondtam, hogy fiatal csapat van, kevés mérkőzés mögötte ebbe az évbe, és így nem sikerült ezt a 2-1-es előnyt 3-1-es vagy akár 3-2-es győzelemmé változtatni. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben több korosztályban 150 lányröplabdázik. Labdázik. A szakág vezető szerint egy év múlva nagyobb eséllyel léphetnek majd pályára döntőben. Jövőre lennénk egy úgymond rutinos korosztály, de aztán kérdéses lesz, hogy innen a tehetségesek mennyi tehetségest kell följebb adnunk az U19-en, illetve az U21-be. Tehát ez majd a következő szezonnak a kérdése, illetve az dönti el, de én úgy gondolom, hogy akik most jönnek az OGB a gyerekkorcsoportból, illetve akik itt maradnak a mag, akkor mindenféleképpen egy erősebb döntőt fogunk tudni majd játszani, és akkor reméljük, hogy jövőre sikerül az érem. A lányoknál az UTE mögött a Vasas végzett a második helyen, a bronzérmet pedig a Békés Csaba szerezte meg. A fiúknál a Dunaújváros mellé a Szolnoki Sportcentrum és a Pénzügyőr állhatott fel a dobogóra.